Koronavírus körképünk következik itt az M1-en. Először nézzük a világadatait. A fertőzöttek száma már meghaladta a 104 milliót világszerte. Több mint 2 millió 200 ezeren vesztették életüket a koronavírus szövődményeiben, és csaknem 58 millióan már felépültek a betegségből. Most pedig nézzük, mi a helyzet Európában. Ma Romániába, Szlovákiába, illetve Németországba kapcsolunk. Romániában hétfőtől megnyitják az iskolákat, azokon a településeken viszont, ahol magas a fertőzési ráta, csak a diákok egy része vehet részt személyesen az órákon. A kormány közben a járványügyi korlátozások megszegésének szigorúbb büntetésére készül. A részletekért Bukarestből Demeter Katalint kapcsoljuk. Katalin, mi alapján határozzák meg, hogy mely diák vehet részt személyesen az órákon? Köszöntöm a nézőket, jó reggelt kívánok! Hétfőtől a tanintézmények mintegy 80%-a kinyithat, és közel 2,5 millió diák visszaülhet az iskolapadokba. Ez az oktatási miniszter becslése a mostani járványügyi adatok alapján. A tanév elejéhez hasonlóan most is színkódokkal jelölik a különböző forgatókönyveket. A zöld kategóriába sorolt településeken megnyitják az iskolákat az összes diák számára. Ez azokat a településeket jelenti, ahol 1/1000 alatti a fertőzési ráta, és most egyébként ide tartozik a legtöbb romániai település. Az 1 és 3 000 közötti fertőzési ráta számít sárga besorolásnak. Ott az óvodások, az elemi iskolások, illetve a végzős osztályok diákjai vehetnek részt személyesen is az órákon. A vörös forgatókönyv pedig a 3 000 feletti fertőzési rátánál lép hatályba. Ekkor már csak az óvodások és a kisiskolások ülhetnek vissza a padokba. Az iskolák csak azokon a településeken maradnak teljesen zárva, ahol 6 000 feletti a fertőzési ráta. A települések és az iskolák besorolását egyébként hetente felül fogják vizsgálni, és mindenütt a járványhelyzethez igazítják majd az óralátogatást. Kivételek is vannak, a szakiskolások például a helyi járványhelyzettől függetlenül mindenhol részt vehetnek a gyakorlati órákon, és az egyetemeknek sem írnak elő szabályozást, minden felsőoktatási intézmény maga dönthet majd az oktatás formájáról. A tanügyminiszter szerint felkészültek a hétfői iskolanyitása. A tárcavezető azt mondta, hogy az iskolákat felszerelték védőmaszkokkal, illetve fertőtlenítőszerekkel is. Mit mutatnak a legfrissebb járványügyi adatok, illetve mivel indokolják a büntetések szigorítását? Megtorpant a napi esetszámok 2,5 hónapos csökkenése, és már nem lassul a járvány terjedése Romániában, ezt mutatják az adatok. Az ismert aktív fertőzöttek száma már csaknem egy hete 36 ezer körül van, és az intenzív terápián ápolt súlyos eseteké pedig 1000 körül stagnál. Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint ugyanakkor újabb 7 embernél azonosították a koronavírus fertőző brit mutációját, és most már 27 igazolt esetről tudnak Romániában. Közülük alig néhányan érkeztek frissen külföldön, ezért a szakemberek attól tartanak, hogy a fertőzőbb mutáció is közösségi szinten terjed, és ismét erőre kaphat a járvány. Ugyanakkor az elmúlt hónapok csökkenő esetszámain felbátorodva, most már szinte az ország összes megyében enyhítettek a korlátozásokon, például megnyithattak a vendéglátóhelyek és a kulturális intézmények. Elvileg ezekre szigorú szabályok vonatkoznak, legfeljebb 30 vagy 50%-os kapacitással működhetnek, de ezt nem tartják be nagyon sok helyen. Többször is zsúfolt szórakozó helyekre csaptak le például a razziázó rendőrök, és a kormányfő ezzel a fegyelem lazulásával indokolta azt, hogy szigorításokra van szükség, szigorú büntetésekre, ugyanis azt tapasztalták, hogy a pénzbírságok hatástalanok. Ezért a kormány most egy határozatot készül elfogadni arról, hogy a szabályszegő vállalkozók tevékenységét felfüggesztik. Egyelőre pontos időtartamot nem mondtak, de Florin Kücsú miniszterelnök azt mondta, hogy a korlátozásokat megszegő vendéglátóhelyeket legalább 2 hétre, de akár ennél jóval hosszabb időre is bezárhatják. Köszönjük szépen, mi pedig Szlovákiában folytatjuk, ahol véget ért a regionális jellegű, az ország mintegy felét érintő szűrés második fordulója. Erre azért volt szükség, mert a legfertőzöttebb járásokban munkába és a természetbe is csak COVID-igazolással lehet menni. A járványügyi helyzet elsősorban a magyarok által is lakott déli járásokban súlyos, így ezeket a régiókat érinti a mostani szigorítás. A részletekért kapcsolunk Kassára, Nagy Emeséhez. Emese, pontosan mit jelent ez a szigorítás, illetve mi mindenhez kell negatív teszt?
Üdvözlöm a kedves nézőket! Tulajdonképpen a bő egy hete bevezetett szigorítás meghosszabbításáról van szó. A különbség annyi, hogy a mostani korlátozások nem országos érvényűek, ugyanis csak a járások mintegy felére az országos tesztelés első fordulója során kiszűrt 37 fertőzöttebb járásra vonatkoznak. Éppen ezért a második fordulót már csak ezekben a régiókban tartották meg, hogy azok, akiknek mostantól szüksége van COVID-igazolása, azok ezt be tudják szerezni. Így tehát ebben az említett 37 fertőzöttebb járásban január 29-énél nem régebbi negatív koronavírus teszteredmény szükséges ahhoz, ha valaki munkába vagy például állásinterjúra kell megy, illetve COVID-igazolás kell az ügyintézésekhez is. Kérik a bankban, a postán, a hivatalokban, de például az autószervizben, a különböző javítóműhelyekben, az újságárusnál és az üzletek árukiadó pontjainál is. Negatív teszt az egyéni sportolás és a járáson belüli természetben való tartózkodás feltétele is, ezt a hatóságok egyre szigorúbban ellenőrzik. Ez alól kivételt kaptak a 15 évnél fiatalabb gyermekek, a 65 évnél idősebbek és a fogyatékkal élők. Negatív teszt nélkül csak a legközelebbi élelmiszerüzletbe, drogériába, gyógyszertárba, orvoshoz, állatorvoshoz vagy tesztelésre lehet menni, illetve a kivételek között szerepel a 6 fő részvételével rendezett házasságkötés, temetés, keresztelő vagy bírósági tárgyalás, és a lakhelytől 1 kilométeres körzetben 3 évesnél kisebb gyermekkel, gondozott idős személlyel, vagy pedig házi kedvenccel is el lehet menni sétálni. Ez a szigorítás csomag ilyen formában a tervek szerint február 7-éig marad érvényben, egyébként addig tart, addig van hatályban az országos kijárási tilalom is. Mi várható ezután? Lesznek enyhítések? Most úgy tudni, hogy hétfőtől Szlovákia COVID automata alapján működik majd. Ez igazából egy szemafor, ami az enyhítések és a korlátozások bevezetésének feltételeit tartalmazza, és leginkább az állampolgárok mihez tartása véget fontos, ugyanis valamilyen szinten kiszámíthatóvá válik ezáltal a COVID automata által a kormánynak a járványügyi lépései. Igazából három tényezőt vesz alapul: a fertőzöttek számának 7 napos átlagát, a kórházi ellátásra szorulók számát és a reprodukciós számot, és 7 veszélyeztetettségi szintet különböztet meg. Az ország jelenleg a legsúlyosabb 7. fekete fázisban van, ebben és az egyel jobb bordó fázisban is rendszeres tesztelésre kell majd számítani, illetve a kijárási tilalom is a szemafor szerint csak akkor szűnik meg, ha a kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek száma 3000 alá csökken. Ez jelenleg meghaladja ez a száma 3600-at. Egyébként, ha ez a szám 1500 alá, és a napi új esetek száma 1000 alá csökken, akkor megszűnnek az országos érvényű korlátozások, ezeket majd regionális intézkedések váltják fel, de egyelőre ez az enyhítés még nagyon távolinak tűnik. Szakértők szerint azért sem tapasztalható jelentősebb javulás, mert egyre több településen van jelen a koronavírus brit mutációja, és igazából ez okozza azt, hogy nem csökken a várt mértékben az eseteknek a száma és a kórházi ellátásra szoruló betegek száma. Viszont hétfőtől egy jelentős enyhítésre számíthat az ország, ugyanis megnyitnak az óvodák, a speciális iskolák, az alapiskolák alsó tagozatai és a középiskolák utolsó évfolyama, valamint a folytatódik a jelenléti tanítás hosszú kihagyás után az egészségügyi szakközépiskolákban, és az ezekhez tartozó kollégiumok, diákotthonok is megnyithatnak. Az óvodásoknak és az alapiskolás diákoknak nincs szükségük tesztre. Az egyik szülőjüknek és a pedagógusoknak viszont igen, illetve a középiskolások és a tanintézmények személyzete, kiszolgáló személyzete is csak 7 naposnál nem régebbi negatív koronavírus teszttel léphet majd a tanintézményekbe. Egyébként, ha regionális szinten romlik a járványügyi helyzet, akkor a közegészségügyi hivatal újra bezáradhatja az óvodákat és az iskolákat. Köszönjük szépen! Mai utolsó állomásunk pedig Németország, ahol egy közvéleménykutatás szerint január első felében még a megkérdezettek 2/3 mondta azt, hogy a járvány megfékezése érdekében támogatja a korlátozások meghosszabbítását. A jelenlegi óvintézkedések február 15-éig vannak érvényben, most viszont már egyre többen sürgetnék a fokozatos enyhítéseket. Kapcsolunk Berlinbe, tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz. Katalin, hogyan látják mindezt a politikusok, ők támogatják az újra
nyitást. Köszöntöm a nézőket itt a hátam mögött látható étterem bejáratán. Hogyha kicsit odébb lépek, talán jól látható az óvintézkedéseket, illetőleg a korlátozásokat jelző felirat. Minden bizonnyal egy darabig ez így marad még. Való igaz egyébként, hogy Németországban egyre többen teszik fel a kérdést a politikai döntéshozóknak, hogy vajon meddig lesznek még érvényben a szigorú korlátozások. A jelenlegi állás szerint február 15-ig vannak érvényben a korlátozások, és február 10-én fog dönteni Angela Merkel kancellár és a tartományi miniszterelnökök az esetleges hosszabbításról, illetőleg az esetleges enyhítésekről. Angela Merkel kancellárt egyébként egy sajtótájékoztatón nyíltan megkérdezték az álláspontjáról. Ő egyébként kitérő választ adott, azt mondta, hogy csak a jövő héten fogják meghozni a döntést. Annyit viszont elárult, hogy két tényezőtől teszik azt függővé. Egyrészt a koronavírus korábbi változatának a terjedés, másrészt pedig az új mutánsoknak a terjedésétől. Hogyha az új fertőzöttek számát nézzük, akkor egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. 14.211-en fertőzöttek meg az elmúlt 24 órában. Ez több mint 3.300-zal kevesebb, mint egy héttel ezelőtt ugyanezen a napon, és összehasonlításképpen december 18-án fertőzöttek meg rekord számban, 33.777 új fertőzöttet diagnosztizáltak ezen a napon. Viszont sokkal kényesebb, problémásabb a helyzet az új mutánsok tekintetében, hiszen Németországban nem készült átfogó kép arról, hogy az új mutánsok, a brit, illetőleg a dél-afrikai mutáns milyen mértékben elterjedtek az országban. A Robert Koch intézet jelenleg készít egy átfogó felmérést, annak az eredményét a jövő héten fogják nyilvánosságra hozni. A német sajtó azonban napról napra beszámol az ország különböző pontján regisztrált, diagnosztizált fertőzésekről, az új mutánsoknak a diagnosztizáltságáról. Például Kölnben történt nagyszámú fertőzés, 114 esetben a brit és 52 esetben a dél-afrikai mutánst diagnosztizálták, több óvodában, kórházban, illetőleg menedékszállón történtek a fertőződések. És kérdés az is Németországban, hogy melyek azok a számok pontosan, amikor el lehet rendelni az enyhítéseket. Korábban az volt az állás, pont, hogy a hétnapos incidenciát vették alapul, a 100 ezer lakóra jutó fertőzöttek számát. Korábban az volt az álláspont, hogyha ez a szám, ez a bűvös incidencia eléri az 50-et, illetőleg 50 alá csökken, akkor lehet fokozatosan elrendelni az enyhítéseket. Markus Söder, bajor tartományi miniszterelnök sokkal szigorúbb ennél, hiszen ő nemrég kijelentette, hogy a 10-es incidenciától tenni lehetővé az enyhítéseket. Megnézték egyébként Németország térképét. Jelenleg olyan járás még nem található az országban, ahol a hétnapos incidencia a 10 alá csökkent volna. 54 olyan járás van már ugyanakkor, ahol 50 alatt van ez a szám, és 9 olyan járás, ahol 25, illetőleg 10 között mozog a hétnapos incidencia. Több politikus is sürgetné már egyébként az enyhítéseket. Nemrég a családügyi miniszter Franziska Giffey szólalt meg ezzel kapcsolatban. Ő elsősorban az iskolák, illetőleg az óvodák fokozatos újranyitását sürgetni, szakorvosok véleményére hivatkozott. Szakorvosok szerint ugyanis a mozgás hiánya, bezártság nem tesz jót a gyerekeknek. Angela Merkel kancellár is megszólalt ezzel kapcsolatban. Ő is azt hangsúlyozta, hogy ha nyitásról döntenek, akkor mindenképpen az iskolák, az óvodák nyitnának meg először. Korábban egyébként már az éttermek is szerették volna elérni az első helyet, tehát elsőként szeretnének megnyitni. Ők arra hivatkoztak, hogy komoly egzisztenciális gondokkal küzdenek. És valóban végeztek közvéleménykutatást a németek körében arra vonatkozóan, hogy a jövőre nézve mennyire optimisták. A megkérdezettek 59%-a mondta azt, hogy szerintük legalább év végéig nem sikerül még legyőzni a világjárványt, és a megkérdezetteknek mindössze egyharmada mutatkozott optimistának. Köszönjük szépen tudósítóinknak a friss információkat, Demeter Katalinnak Romániából, Nagy Emesének Szlovákiából, illetve Noll Katalinnak Németországból.